több láb a labdán, majd egy jelképes kezdőrúgás, és ezzel elindult a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. Bár az időjárás hétfő este inkább a telet idézte, ez nem riasztotta vissza a játékosokat attól, hogy pályára lépjenek. Mint a sorozat főszervezője, Dajka László elmondta, a csapatok már nagyon várták, hogy folytatódjon a bajnokság. Nem régen fejeződött be a teremlabdarúgó bajnokság, és a csapatok már nagyon megvoltak őrülve, annyira szerettek volna már játszani. A Nyírvévé munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy a beruházás ellenére is azért van itt felfordulás a stadion környékén, csodálatos pályákat hoztak létre, és a mai napon elindul a 600 mérkőzést magába foglaló tavaszi idény, és június közepére fogjuk befejezni a bajnokságot. 106 csapattal folytatjuk a bajnokságot, egy csapat az kilépett, de viszont ezek a csapatok nagyon felkészültek, hiszen végigjátszották az egész telet. A 106 csapat számára 3 salakos és egy műfüves pálya áll rendelkezésre. Hétköznaponként minden este pattog majd a labda a stadionban. Hétfőtől péntekig egyfolytában játszunk. Most nagyon sok olyan gond jött közbe, hogy ugye több ünnepnap van, van a 29-ig a nagypéntek, a húsvét első napja, és azt követően pedig a május elseje, ezért össze kellett zömíteni, zsuffolni a bajnoki mérkőzések napjait, nincsen esőnap, és gyakorlatilag minden pályán játszunk most egészen hétfőtől péntekig. A 10 csoport közül tavaly többen is csak az utolsó forduló döntött a bajnoki cím és az érmek sorsáról. Dajka László szerint idén is hasonló forgatókönyv várható. Nagyon küzdelem várható, hiszen főleg azok, akik terembajnokságban szerepeltek, azok óriási felkészültségről tesznek majd tanúbizonyságot, biztos vagyok benne, hiszen ez így szokott lenni, hogy akik készültek egész télen, azok jól szerepelnek a bajnokságban, viszont eleve az őszi idény úgy fejeződött be, hogy nagyon szoros a mezőny minden csoportban, a feljutásért is és a kiesésért is nagy harc várható. A meccsekkel párhuzamosan 3 pályán is munkálatok zajlanak. A salakos borítást műfüvesre cserélik, és a tervek szerint az utolsó fordulókban már használhatják is az új pályákat a csapatok.